Köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel. Ez a számok és a valóság. Hát már vártam ezt az estét, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kellemesen fogjuk eltölteni ezt a fél órát, ugyanúgy, mint ahogy már számos más alkalommal eddig. És mégis, hát ugye maradtunk az álló csillagok emberre, hogyan is vetülnek az álló csillagok, és milyen behatással is, ugye milyen behatást is sugároznak miránk. Kérem szépen, mielőtt én ezt még így elmesélem, és belekezdenék a mondókámba, azért elárulnám a műsornak a hívható telefonszámát. Még egyszer elismételném, hogy ez nem az én elérhetőségem, hanem az itteni műsornak a telefonszáma. 9-0386-os telefonszámon itt és most meg lehet engem kapni. És lehet velem beszélni, és várok minden kedves telefonálót, érdeklődőt, aki szeretne nekem kérdéseket feltenni, nagyon-nagyon nagy szeretettel fogok rá válaszolni. Tudni kell, hogy a műsor több alkalommal ismétlik, tehát innen már indulhatunk ki. Hát folytatnám, hogy miről is szeretnék még ezzel kapcsolatban ugye felvilágosítást adni azoknak a kedves érdeklődőknek, és azoknak, akik úgy gondolják, hogy hát szeretnék az életüket megismerni jobban, felismerni a problémáknak a nehézségét, és ugyanakkor választ is kapni rájuk. De már itt is az első kedves hívó, fogadom nagy szeretettel, szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Róza vagyok Budapestről. Üdvözlöm, miben segíthetek Önnek? A sorsom felől szeretnék érdeklődni. 44-12-10 a születési. Értem. Na most ne tegyék le a telefont, mert itt velem kell beszélgetni. Igen. Igaz, hogy kevés az idő, mert 3-4 perc áll a rendelkezésre, de vágjunk bele. Miben segíthetek én eléggé erős nyilasnak? Mondja kedves Rózsa, hogy házasságban él? Elváltam, egyedül élek. Értem, értem. De meg ne haragudjon rám, hát azért ez az időszak végül is az, hogy egyedül éli az életét. Gondolom van családja, vannak gyerekei, unokái már. Igen, igen. Nagy szeretet veszik körül Önt. Na most, ahogy én látom, azért az egész életében, azért az egész sorsában, azért láthatólag, hát felelhetően, így a horoszkóp állása szerint vannak problémák, vannak... Egész élete nehéz volt úgy, ahogy volt. Igen. Na most egy független nyilas, aki az optimizmusával mindent meg tud oldani, és ugyanakkor azért ez a hol lent, hol fent lévő problémáknak a jelentkezése magánéletileg munkahelyi problémákkal kapcsolatosan, amikor még dolgozott, vagy épp esetleg otthon, a családi élet tekintetében felmerültek ezek a problémák és ezek a gondok. Nagyon jól állt hozzá, nagyon optimálisan és nagyon okosan állt a problémák kezeléséhez. Nem is értem, hogy mit szeretne így tovább tudni. Már olyan értelemben, hogy kivel kapcsolatos a probléma. Igen, hát valószínű, hogy így az egyedül lét befelefordulóvá tett, és minden valósan látok, most így a 70. éven betöltésénél. Igen. Hogy most így kicsikét mellőzve érzem magam, hiszen dolgoznak a gyerekeim, unokáim is már dolgoznak. Igen. Dédunokám 2 éves, ritkán láthatom. Igen. És... Egyedül érzi magát. Igen, 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 és ezáltal borúsan is, és betegségek után. Na most, Rózsa, annyi a mondani valom ezzel kapcsolatosan, hogy erre is van megoldás, mert végső soron nem abból a csillag állásból van, tehát nem abból a bolygó behatásokból van összegyúrva, és a csillagképből most jutott ezenbe a helyes szó, van összegyúrva, dupla tűzjegyből, hogy azért kibírja a magányt. Nézze, mindenféle esetben azért én úgy látom, hogy ez az évnek a mondani valója azért még hoz lehetőséget az Ön részére,
hogy lehessen, mit tudom én, nyugdíjas klubba, vagy bárhol, vagy bármerre is, nem jó helyen keresgél, van más megoldás, el lehet, hogy mondjam, tehát van olyan, hogy mondjam, lehetőséget ad az év mondani valója önnek, arra, hogy ismerkedjen egy sor új szereplő, tehát még annak ellenére, hogy ebben a korszakában van most. Igen. Egy sor olyan szereplő fog az életében ebben az évben belépni. Hallgasson rám, higgy el, hogy igen, megváltozik az élete, nem fogja magát egyedül érezni, de ehhez más kell csinálni. Igen. Máshol kutat, és hát keresendő a probléma. Nem publikus, nem telefontéma. Értem. Mutatja az évnek a rezgése, bármikor állok a rendelkezésére, nem csak önnek, hanem mindenkinek. Tessék végignézni a műsort, és a műsor után lévő reklámblokkból meg lehet találni az elérhetőségemet, vagy esetleg, ha visszakapcsolnak a kedves kollégákhoz, nagyon nagy szeretettel elmondják. Nagyon köszönöm. Van rá megoldás, van rá megoldás, de nem tudja, hogy a személyiségéből egyébként az előző időszakának, tehát ameddig, hogy mondjam, tehát az egész életében nagyon sokat szenvedett, nagyon sokat küszködött, érti? Igen. Küszködött, azt látom. Igen. Na most ennek a maradványa itt maradt, kimentek a gyerekek, felnevelte, becsülettel kiiskoláztatta, szakmát adott a kezükbe, sorolhatnám. De ugyanakkor utána megmaradtak a problémák, megmaradtak azok a nehézségi fokok, amelyek ön érzelmi skáláján behatással rezegnek. Na most miután az asztrológiában és magában az univerzumban minden hat és visszahat, érti? Igen. Ez az egyik, és ugyanakkor minden összefügg egymással, hát ebben az univerzális spirituális világfelfogás szerint, meg hát magában az egész világban, van, aki nem hisz benne, van, aki hisz benne, de higgyék el, attól még működik, minden összefügg egymással, és pontosan ezért van arra szükség, hogy megnézzük, hogy az a hely, ahova most tetszik járni, jó vagy nem jó. Elképzel rezgéssel van az ön számára az a bizonyos hely, az a nyugdíjas ház, ami éppen nem megfelelő. Itt nem arról van szó, hogy nem olyan, de elképzelhető, hogy nem ott fog ez megtörténni, aminek meg kell. Értem. Sokat tetszett segíteni. Örülök. Nagyon szépen köszönöm, és akkor nézem a műsort és az elérhetőséget. Így van, várom nagyon nagy szeretettel, higgyék el nekem, hogy mindenkinek mindig tudok segíteni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor folytatnám tovább a műsort. Kérem szépen, míg a következő kedves telefonáló megakassza a szavamat, aminek nagyon fogok örülni, mert hát mindig örülök, mert hát interaktív a műsor, és hát erről szól. De nekem azért mégiscsak el kell mondanom, hogy milyen módon és hogy szeretek az embereknek az életébe belenézni, belekufárkodni, egy kicsit beleszólni, de csak is az ő akaratukkal egyetértésben. Meg ugye hát van még más is, mert ugye az embernek hát vele született vágya, hogy tudja, hogy mit tartogat a jövő. Talán olyan ember nincs is a Földön, nem él olyan a Földön, aki azt mondja, hogy hát én nem szeretném tudni, hogy ja Istenem, mi lesz, vagy mit csináljak, vagy hogy lépjek. Mindenki gondol rá, de ugye hát vannak olyan emberek, akik szkeptikusok, és még azokat is érdekli, csak éppenséggel elvetik azokat a tudományos meglátásokat, azokat a, hogy mondjam, okosságokat, amelyeket nem mi találtunk ki, higgyék el nekem, hanem már sokkal régebben rájöttek az emberek. Kérem a következő kedves hívót, üdvözlöm nagy szeretettel. Ön van a vonalban. Én itt vagyok. Jó estét kívánok. Szép estét kívánok, üdvözlöm nagy szeretettel. Érdeklődni szeretnék 39. augusztus. Igen. 39. Hallottam, augusztus, igen. 9. 9. születtem, Mária vagyok, az egészségügyi állapotom. Édes Mária, honnan hív engem? Budapestről. Ilyen akadozva. Kedves Mária, augusztus 9-e. 19. Elnézést kérek. Egy ominózus oroszlánnal állunk szemben, vagyis ülünk szemben. Kérem szépen, jól ért engem, jól hall engem? Igen.
Lehalkítottam a tévét, teljesen jó. Édes Mária, nem tudom, magas vérnyomás, keringési problémák, szívbetegség, mik vannak? Igen. Mik vannak? Vannak. Vannak. Ominózus oroszlán. Egy eléggé, hogy mondjam, tehát egy elég erős jellem, egy elég igazságos ember, de nem tudom, hogy ebben az évében, tehát ajjajajajaj, nem csodálom, hogy most kérdez tőlem ilyeneket. Nem könnyű az éve, Mária. Hát, sajnos. Egy éve halt meg a férjem, augusztusban volt egy éve, úgyhogy nem a legkönnyebb. És most a gyerekek is nem értem. A legjobb helyzetben vannak, értem. A munkahely körül is mindenhol. Értem. Édes Mária, van olyan időszak minden ember életében, mert ciklusokra vagyunk beosztva. Tehát olyan életciklus és olyan helyzet van most az ön életében, ami, hogy mondjam önnek, nem elijeszteni szeretném, mert nem annyira negatív. Tehát félig ilyen, félig olyan, nem éli meg még a nehéz időszakot sem ön ebben az évében olyan nehezen, mint amennyire az évnek a mondani valója rezgi. De ez az év stagnálást mutat, ebben az évben olyan nagy változás nem fog történni, se erre, se arra, de viszont annyi a mondani valóm, hogy most ebben az időszakában nagyon érdemes átvizsgálni minden körülményt az életében, mert a következő évében nagyon sok másfajta tennivalója lesz, mert felpörög az év. Ez még egy év. Tehát csillagászatilag augusztustól augusztusig van az évünk. Na most meg kell nézni, hogy az álló csillag behatásai hogyan uralkodnak az ön horoszkópján. Na most az álló csillagok általában nem egy kellemes hatást adnak az embereknek, és attól függ, hogy melyik bolygóval hogyan áll, vagy éppenséggel a főtengelyekkel milyen aspektusban van. De általában, tehát azért tudni kell, hogy milyen együttállással működnek ezek az állott csillagok, mert az embernek az életében ugye sokszor olyan helyzetet és olyan körülményt is tudnak teremteni, amit ha simán horoszkópra ránézünk, és nem vizsgáljuk be az állott csillagoknak a behatását, egyébként nem is következne be. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy a bolygónak, a megadott horoszkópnak, a megadott bolygónak az állásából nem következne be az a probléma, vagy az a fordulat az ember életében, csak akkor, ha avval az állócsillaggal együtt áll. Na most ebben az esetben itt az a teendő, az ön horoszkópja, tehát az ön születési képletőből kiadóan, most egy kicsit eltértem, hogy azért kanyarodjunk egy kicsit azért az állócsillagokra is, mert nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy ebben az időszakában nem könnyű a helyzet, lehet rajta javítani. Folyamatosan, periódikusan kell kézbe venni a dolgokat, na most ez az egyik lépés. Másik lépés, rá kell látni a többi családtagnak a születési időpontjára is, hogy tudjuk, hogy önnel kapcsolatban milyen helyzetek fognak kialakulni. Én így látom. Na most az ön jelenlegi problémája általában szomatikus, ami lelki alapú, de az oroszlánnak az a meghatározó problémája általában, hogy szívbetegség, magas vérnyomás, keringési probléma, ami ugye hát az oroszlánokat sajnos sújtja. Na most nem könnyű az időszaka, ha most oda fogunk figyelni, és mit tudom én, rálátunk jobban, azért mondom önnek is, hogy nézze végig a műsoromat, és ott meglátja, hogy engem hogy lehet megtalálni, akkor már, mint a műsor utáni reklámblokkból, akkor majd, hogyha úgy szeretné, meg tudom mondani, tehát ez egy hosszabb beszélgetés természetesen, tessék figyelni azt, hogy mit kell kiküszöbölni az életében, mert most ez egy állóvíz, ez egy olyan, hogy mondjam, időszak az ön életében még egy éven keresztül, hogy nem rosszabb, de nem is jobb, de ugyanakkor a megoldásoknak és megfontolásoknak az időszaka. Na most egészségügyi állapot kérdésében nem a legfényesebb a helyzet? Hát azt sajnos észreveszem. Nem a legfényesebb a helyzet, de javítani mindig lehet.
Jó, csak miután azért minden lelki alapon működik, azért jó helyre tenni a dolgokat, mert sokkal könnyebb jobban lenni, sokkal könnyebb úgy az orvosi kezeléssel együtt dolgozva, tehát mindenféleképpen sokkal könnyebb úgy kezelni saját magunkat, vagy alternatív, vagy az orvosi kezelésre, vagy a hagyományos kezelésre, ami önnek szimpatikus, ha rendben vannak a lelki dolgok. Tetszik érteni? Igen, hát ezt is helyre kell tenni, a lelki dolgokat. A legelső. Azzal együtt, mert a gerincem még ez az, úgyhogy most innen sokat cipel a hátán. Egy héten háromszor, úgyhogy, és a sérvem is egy kicsit kint van, úgyhogy most tényleg úgy van, hogy nem a legkönnyebb helyzetben vagyok, semmiféleképpen. Értem. Értem. Nézze, a kora is, hát úgymond, hogy 16 éves, igen, de ugyanakkor hozott problémák, de ugyanakkor én inkább a lelkieket emelném ki még év szerint is, mert az évnek a mondani valójában mutatkoznak olyan, nehezebb körülmények, amelyeken azért lehetne javítani. Gyuri. Jó? Hát igen, ez mondjuk a hozzáállás kérdése természetesen és agyilag is az embernek észnél kell lenni. Így van. Így van. Én úgy gondolom, hogy ennél, tehát az agyi, tehát így, hogy nincs észnél, és teljesen nem látja át a dolgokat, ezzel semmi probléma nincs. Nagyon is tiszta fejjel gondolkodik. Csak a többiek is értsék meg. Nagyon szépen köszönöm. Jó? Köszönöm, várom nagyon nagy szeretettel. Nézem végig. Köszönöm szépen. További szép estét kívánok önnek. Haladjunk tovább. Én nagyon örülök, és tényleg azért telefonáló és telefonáló között, amikor az ember azért belemegy valakinek a problémájába, belelát valakinek az életébe, akkor, és egy teljesen más felfogás szerint, egy más gondolkodás szerint, akkor higgyék el nekem, hogy ráérezni a problémákra lehet, de megoldást hozni ilyen rövid idő alatt megpróbálok. Üdvözlöm a következő hívót, szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Én Margit vagyok, és párkapcsolat érdekel. Végre! Végre a párkapcsolat! Köszönöm. Margit honnan hív? Budapestről. Gondoltam. Már ki akartam mondani, hogy Budapestről. Drága Margit, mikor született? 1947-11-12. November 12. Értem. Igen. És mi történik egy skorpióval? Hát, elhagytak. Skorpiónál két dolog van. Már az ilyen ominózus skorpiónál, mint ön. Nézze, vagy-vagy, középút egyáltalán nem létezik. Az egész élete ilyen, az egész gondolkodása ilyen. Érdekes skorpió, szeretem. Jók a skorpiók. Igaz, hogy most hazabeszélek egy kicsit, de ez egy... Szintén zenét? Igen, mert az aszcendensem az skorpió. És ezt tudni kell, hogy azért 35 után, 40 után azért már ilyenkor az aszcendens hatása lép életben elsődlegesen. Noha nem azért a rákságomat levetkőzni, nem igazán tudom. Pláne még a holdam is a halakban áll, úgyhogy jaj. Kérném szépen, hogy ki hagyta el magát? Hát, egy férfi. Gondoltam. Nem egy űrlény. Mikor született ez a fiatal ember, vagy bármelyik középkorú? 1948. Igen. Június 1. Ajajajaj. Én is azt mondom. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ne várd a májust, ha jön a tél. Nézze, van egy jó mondás erre, hogy egy ikerrel nem könnyű a helyzet. Pláne egy, ezért június 1-e, hát szóval azért... Nem egy könnyű. Mikor történt ez az elhagyás? Két hete. Nagyon nehezen jönnek ki egymással. Igen. Én úgy látom. De ugyanakkor mégis van kötődés.
Én is úgy érzem. Valamelyik előző életéből szépen lehozta ezt az urat, és a másik pedig az, hogy miután, ne, tehát hogy mondjam magának, itt ez a műsorban nem teszem ki önöket annak, hogy most akkor kérem a teljes nevet, és úgy fogom bevizsgálni, nem publikus, nem, tehát nem, nem fogom az önök személyiségét itt elrontani ezzel, és megsérteni, de ugyanakkor így első rálátásra azért én mégiscsak azt mondom, hogy mind a ketten másikor ezeknek. De ugyanakkor mégis van dolguk egymással. Nem könnyű az élet. Igen, én is úgy érzem. Nem könnyű az élet. Én azt mondom erre, hogy egy ilyen sevelet-senékület kapcsolat, és miután ön egy nagyon érzelmes skorpió, mert az a érzelmi síkon van. Tehát általában az egész életét úgy éli le, és úgy is élte le, hogy önnek az érzelmek, és magában az emberi érzelem, a szerelem, vagy bármilyen dolog az életében, annyira fontos, hogy azt elmondani nem lehet. Nézze, van megkötés, vissza fog jönni a párja. Igen. De önben még mindig benne fog maradni a tüske, holott megbocsájtó. Holott megbocsájtó. De ezeken a körülményeken változtatni kell, mert elképzelhető, hogy az egész élete önnek azért annak ellenére, hogy úgy szerencsés, ahogy van, mert minden nehéz helyzetből nagyon szerencsésen eddig kijött. De a párja az egy szerencsétlen pali. Úgy, ahogy van. Hol lent, hol fönt. Azt se tudja, mit akar. Vannak elképzelései, vezetni akar, de ugyanakkor mégiscsak fejjel megy a falnak, és hiába egy érettebb korú úriember, azért mégiscsak vannak olyan időszakai, amikor egyáltalán döntésképtelen, nem tudja, mit csináljon, és horoszkóp szerint az első megállapításom annyi, hogy nem veszítik el egymást, mert vannak összekötések, de mégis azért ezt a dolgot tehát helyre kell itt tenni. Mert magában, miután valaminek kellett, hogy történjen, hogy ez a dolog megtörtént, nem tudom, belépett egy harmadik? Nem. Akkor itt teljes más van, és jól sejtem. Igen. Hanem egymás meg nem értése mind a kettő szenved a maga módján. Mert hogyha magával van, akkor is vannak problémák. De hogyha maga nélkül éli az életét, akkor meg pokol az élet ugyanakkor. Az ő féltékenysége miatt ment szét. Jó, de bocsánatot kérek. Jó, egy skorpióra persze, hogy lehet féltékenynek lenni. De annak kell... Hát mikor szoktak... Általában higgyék el nekem, ez egy érdekes emberi dolog. Ki féltékeny, aki szereti a másikat, valljuk be. Őszintén. Igen, így van. Ez egy dolog. De általában, amikor annyira féltékenyek vagyunk, és annyira, tehát féltékenységről beszélünk, a zöld szemű szörny megjelenik az életünkben, akkor azért általában, ha nincs valós oka a dolognak, akkor fölösleges az egész bizalomhiány. Érti? Igen. Tehát bizalomhiány megmérgezi az egész életet, megmérgezi a kapcsolatot, megmérgezi az egész párkapcsolatot. És mi a lényege az egész életnek? Mármint annak, hogyha két ember szereti egymást, higgyék el nekem, semmi, csak a bizalom. A legfontosabb. Én megbízok benned, te megbízol bennem. Elmehetsz a világ végére. Tessék? Ezt meg tudjuk beszélni majd? Hát nézze, hogyha akarja, én már holnap állok a rendelkezésére természetesen, egy időpontot... De nem úgy a fiúval. Ja, bocsánatot kérek, na most ahhoz, hogy meg tudják beszélni, nyitottnak kell lenni egymással. Tehát a feltétlen bizalom. Na most tudnék ebbe tanácsot adni, de ahhoz jobban át kell vizsgálni ezt a képletet. Igen. Érti? Addig nem érdemes lépni, mert lehet, hogy akkor butaságból rosszat fog csinálni. Mindenki a maga helyzeténél, tehát egy kicsit, hogy mondjam, butábban dönt, mert a rózsaszín szemüvegben nézzük a világot. Ez egy dolog. Mikor dönti el, hogy esetleg visszajönne? Drága, így nem fogom tudni megmondani. Nem? Így nem? Így nem? Így nem? Igen, elég hiányosak az. Hiányos az információm. Hiányos az információ, ehhez több idő kell, ezt jobban át kell vizsgálni. Várom nagy szeretettel, önnek is ezt tudom mondani, hogy nézze végig a műsoromat, és állok rendelkezésére. Ott megtud mindent rólam. Igen.
Jó, rendben van, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, és ennyi volt mára. Megakasztották a szavamat, pedig az állócsillagokról még higgyék el, hogy annyit tudtam volna mesélni, és annyit tudtam volna még elmondani, de tegyük el a következő műsoromra. Tehát jövő héten kedden újra állócsillagok behatása. Mit csinál velünk? Hogy hoz ránk változást, és mit kell tennünk azért, hogy ezek a drámai fordulatok ne következzenek be. Majd akkor elmondom. Várom önöket nagyon nagy szeretettel, nézzék tovább a műsoraimat, és állok a rendelkezésünkre. Puszilom önöket!